A terület és település fejlesztési operatív program részleteiről tartott szakmai egyeztetést a megyei önkormányzat Győrben, melyen a két megyei jogú város is képviseltette magát. A fő célok azonosak, azonban Sopron és Győr két eltérő problémával néz szembe a foglalkoztatás területén. Győrváros 1,8 milliárd forintot fog kapni ebből a paktumból, ugye a TOP programon keresztül, és az hat éven keresztül segítséget fog nekünk nyújtani arra, hogy egyrésztről ugye igyekezzünk ezt a szakemberhiányt hiányt valamilyen módon mérsékelni, a kormányhivatal, a munkahogyi központtal és nagyon sok mindenkivel együttműködve, illetve a járműipar életpályamodellt modellt, azt a továbbiakban is ebből tudjuk majd finanszírozni és működtetni. A kiemelt járműipar mellett azonban az építőipar, a turizmus és a logisztika területe is nagy fejlesztésekre számíthat Győrben. A közel egymilliárdos támogatásból Sopronban hosszú távú cél az ingázók hazacsábítása, a munkaerők átképzése, valamint a város iparának újjáélesztése. Esetünkben az ipari tevékenység nem olyan mértékű mint Győrben. Ezen a területen szeretnénk előrelépni, hiszen nagy-nagy szüksége van a városnak azokra a munkahelyekre, amelyet az ipari parkok lehetősége biztosít, és természetesen igen fontos bevételi források ezek, ezt se szabad elhanyagolni. Megyei szinten nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a munkaerőpiaci átfedéseket kezelni tudják. A mostani támogatásokkal azonban nem csak a munkahelyeket tudják erősíteni, sok irányból lehetséges a munkavállalók közvetlen támogatása is. Lehet mondjuk bölcsödével kapcsolatos támogatásokat biztosítani, lehet étkezéssel, munkába járással segítő olyan kiegészítő támogatásokat adni, amivel egyébként mondjuk egy adott munkáltató tulajdonképpen egy olyan munkavállalót tud nyerni, akinek ez által magasabb bérszínvonala lehetséges, hiszen hogyha ő neki egyéb forrásokból még további támogatások is járnak, amit közvetlen a munkavállaló kap, meg nem pedig a munkáltató, ez esetben az össz bérszínvonala neki a Fog. A hangsúly az egymástól független, de jól összehangolt fejlesztéseken van. A legfontosabb cél, hogy a program keretében kapott 5 milliárd forintot a megye úgy költs el, hogy annak hosszú távon mindenki élvezhesse az előnyét.